A városi válságstáb ma délelőtti ülésén rendkívüli árvízvédelmet rendeltek el a péterváradi, a kamanci, a bukováci, a lédincei és ólédincei, illetve a futaki helyi közösségek területén, ahol a legsúlyosabb a helyzet. A kommunális és közvállalatok alkalmazottjai mellett önkéntesek segítkeznek az árvíz szanálásában. Újvidék Szajlovó városrészében ismét egy különleges jelenséggel szembesültek az itt élő polgárok. Mint sok másik újvidéki utca, a 31-es Szajlovó is vízben úszik, csak éppen más színekben pompázik. Tegnap este hatalmas mennyiségű vér jelent meg. Ez a vér nem az égből esett és nem a földből jött föl, hanem onnan a szomszédból. A házsor mögött a Matijevics húsfeldolgozó vállalat mészárszéke található. Néhány évvel ezelőtt szintén a súlyos esőzések alkalmával is hasonló problémával szembesültek az itt élő polgárok. Ekkor a vállalat igazgatója egy töltést emeltetett a házsorok és a vállalat udvara között. Úgy tűnik, nem sok sikerrel. 50 évvel ezelőtt a gyárakat az Újvidék külvárosában kiépített ipari övezetekbe helyezték ki. A szennyező gyárak a csatorna túlsó felén, a kevésbé szennyezők pedig a csatornán innen voltak. A szajlovói lakos szerint a probléma egyik fő oka az, hogy a városrésznek nincs csatorna hálózata, és a városépítési tervbe sincs belefoglalva ennek kiépítése. Annak ellenére, hogy a lakosok többször fordultak ezügyben az illetékesekhez. A húsfeldolgozó üzem igazgatóját többszörös próbálkozás után sem tudtuk elérni telefonon.